Ünnepélyes koszorúzással emlékeztek Móricz Zsigmondra születésének 142. évfordulója alkalmából. A könyvtár a helytörténeti gyűjteményében őrzi Móricz életművét, amelyet korábban Móricz Virág, az író lánya adományozott az intézménynek. A hagyatékban a műveken túl számos kézirat, magánlevelezés és jegyzet is megtalálható. Szabolcsi gyűjteményünk nagyon gazdag, 227 műve, és ebből 150 eredeti első kiadású mű megtalálható ebben a gyűjteményben. Fontos, hogy ezeket nem csak megőrizzük, de tovább is adjuk, és ápoljuk azt az irodalmi, kulturális örökséget, amilyet Móricz hagyott ránk. Nem csak, hogy mert a névadónk, de ugye megyei hatókörű városi könyvtárként kötelességünk, nem csak Móricz, de Kölcsey, Kródi, Váci Mihály irodalmi munkásságát is megőrizni. Baracsi Endre, a megyei önkormányzat alelnöke rendhagyó módon emlékezett Móricz Zsigmondra. Az író gondolatain keresztül beszélt a szív, a boldogság és az igazság kölcsönhatásáról. Szerettem volna egy picit Móricz Zsigmondnak a szavaival játszani, és azokat az üzeneteket átadni, amelyeket ő a műveiben valóban megmutatott nekünk, örökségül hagyott ránk, és azt hiszem, hogy a mai világunkban, amely eléggé fel van bojdulva, eléggé zűrzavaros már, nagyon fontos az, hogy legyenek támpontjaink, legyenek olyan mankóink, legyenek olyan útjelzőink, amelyek segítenek bennünket eligazodni. Hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, és ezért kell visszanyúlni az örökséghez. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nem csak a mai napon őrzi az irodalmi kulturális értékeket. Író olvasó találkozókkal, olvasó táborokkal gondoskodik arról, hogy gyarapodjon az irodalmat kedvelők tábora.